Hogyan találtak helyet templomuknak a lohjaiak? Még a régi öregek beszélték, hogy amikor a kereszténység terjedni kezdett az országban, a lohjaiak elhatározták, templomot építenek maguknak. Kiválasztottak egy olyan helyet, ahonnan a templom messze vidékre ellátszhatott, ahogy annak lennie kell. Hozzá is látott az egész falu egy akarattal a munkához. Hatalmas kövekből rakták a falakat. Csak hogy, amit nappal fölraktak, azt a gonosz éjszaka mindig lerombolta. Más helyet kerestek hát, s ott újra kezdték az építkezést. A sátán azonban, miután az építők este fáradtan lepihentek, most is ledöntötte, amit fölraktak. Sok helyen próbálkoztak még a lohjaiak újra meg újra, de mind hiába. Ennek nyomai még ma is látszanak. Tele van a lohjai hátság kőhányásokkal, az építkezés maradványaival. Végül azt csinálták, hogy fölszerszámoztak két ökröt, és egy kőrakomány elé fogták őket. Közibük csaptak, és hagyták, menjenek, amerre kedvük tartja. Ahol aztán legelőször megálltak, ott kezdtek hozzá az építkezéshez. Ezeket a falakat már nem tudta lerombolni a gonosz. Keserű képpel nézegette a fölhúzott szép új építményt.